Sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelt ideket ebben a mai videóval! Visszatértem egy nagyon de nagyon új Roblox játékkal Képzeljétek el, nem ezt a videót szerettem volna felvenni De észrevettem, fölmentem a Robloxba És nem fogjátok elhinni Megújult teljesen a Speed Simulator Egy új játék vagy keretkezett belőle Vagy a fejlesztő egy új játékot csinálta És konkrétan ez a legjátszottabb játék most jelenleg Szóval is levelápoltam, de igazán volt tegnap már egy picikét játszottam a játékban, hogy ne a nulláról kezdjük és valamennyit tudjunk haladni ebben az epizódban. Én annyira, de annyira izgulok. A kedves sorozatotok szerintem körülbelül az obikon kívül a speed simulator volt, ezért úgy gondolom, srácok, hogyha szeretnétek, hogy ebből is egy tökmenő sorozatot, hogyha van benne természetesen annyi tartalom, akkor nyomjatok egy lájkot már most a videóra. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm, és hogyha még nem lennétek, sajtok iratkozzatok fel a csatornámra, és figyeljtek, mekkora lett a pálya. Nagy nagyon, -nagyon durva, de ennél is fontosabb információt szeretnék még gyorsan elmondani. képzétek el, most leszek először egy külföldi dedikáláson, Nagyváradon a Silver Hotelban. Most, nem pont most, de július 6-án lesz egy videós találkozó, ahol ott lesz a link a leírásban a videóra, hogyha érdekel, gyertek el, vegyetek jegyet és hajzitek, hanem kint lesz az MC Shop szóval most már ott Nagyváradon tudtok a helyszínen venni menő sajtós amiket aztán alá is írok, nektek, természetesen a hogy vagy hogyha nem akkor csak megmutatjátok hogy jó van egy sajtos terméket tök merő szóval srácok, a leírást és találkozunk most elsőnek külföldön ugye Nagyváradon még én egy dedikáláson sem voltam, ami ugye nem Magyarországon lett volna, szóval még aki nem tudott eljönni Magyarországra, mert itt a környező országokban laki azokkal még sokakkal nem tudtam találkozni tudom, hogy néhányan volt, hogy eljöttetek egy hozzatok közelebbi Magyarországi dedikálásra de de ugye külföldi azért az ritkábban van, szóval tökre izgok srácok, remélem, hogy el tudtok jönni sokra, és is találkozok sajtok, akikkel ugye még nem tudtam, mert ugye nem a közelben laknak. Igazából srácok, az a helyzet, hogy level 3-asok vagyunk, és már 700 steppünk van, most, most, már, most már beszéljünk a játékról, mert itt fontos dolgok vannak, még, még mindig rúki vagyok, ami hát nem egy olyan nagyon elismerő rang, de annyiban, ugye, figyeljétek, van konkrétan a ház oldalán ilyen cucc, ott föl tudok menni plusz 400 teppér. Jaj, de annyira izgulok, srácok, ebből, ebből szerintem lesz egy kövér rész, hogyha konkrétan összegyűlik erre a videóra, vagy 1800 like vagy valamennyi, akkor már itt csinálom a kövi részt, szeretitek. Nagyon-nagyon várom már, H hogy jönnek a steppek. hasonlóan, amúgy a pálya, mint a speed simulátorban, de szerintem sokkal, de sokkal nagyobb lett. Meg lettek ilyen ugratók, stb. stb. Meg ugye, most már futok rendesen, nem tudom, hogy hogy lehet átmenni másik dimenziókba. Itt valahol találtam egy ilyen féleséget, ahol leszvonultam, ha jól tudom, ó, uh, az a gond, még nem annyira ismerem ezt a pályányt úgy, szóval gőzöm sincsán. Valamerre erre volt egy, egy, olyan szint, ahol azt lehetett csinálni, hogy valamiféle más mapra, vagy valami másféle cuccra lehetett átmenni, ami, hát, uh, most bevallom ez de pontosan nem tudom, uh, ott volt, vagy, hello, time your jump to go higher. Ó, uh, ez mi? Srácok, ez ilyen, itt van még, várj csak ez mi? Tadó! Azt a! Majdnem át tudtam ugrani! Várjunk már! Ez ilyen booster! Jó! Srácok megvan a plusz 150 step! Na ne! Már is! Már is! Jaj, de itt tényleg, itt kiírja azt, hogy nagyon jól kell időzítenem, hogy támogatjam a jumpomat, hogy meg tudjam. Ez még, ú, azért ekkora ugrással még elég nehéz megcsinálni, de ez nagyon zsír. Jó! srácok, megint megvan a 150-es. Még egyszer. Ó, oh, shit, súlyos, nem sikerül. Jó! Ó, oh, nem most sem sikerül. Megint este lett a játék, vagy komolyan, a mély este Ha van még 150, level 6. Va, mit lehet csinálni? Figyeljük meg gyorsan a store. Uh, robuxba kell a speed, gemek, azt nem szeretném, boot, pack, mind robuxba, hát azt most nem szeretnék robuxot, minek összegyűjtögetjük. Trails ugye lehet nyitogatni, hogyha jól tudom, kódokat az most lehetséges, hogy van, de valahol, hol lehet venni szerintetek -e a ládát? Valamelyik, már én erre gondoltam, itt van valami red crystal, figyeljétek, itt lehet nyitogatni enni a kristálynál konkrétan uh, mindenféle cuccokat tök itt kírja a nyerteseket, ott is fönt valami kristályos cumó, Hát itt nagyon sok minden van ebben a játékban. Tudtam megszerezni, itt szórakozok már mióta, hogy elérjem srácokat a cuccot, az pont az előttem lévő gyerek esik rá, hát komolyan. Na, egy konkrétan most már nem tudok felmenni, a végre, hát öcsém. Az a lényeg, hogy itt eléggé lassan lehet fejlődni, de attól megpróbálhatjuk, hogy valami De megint sikerült volna és átugrik a gyerek. Figyeljük meg a következő cuccokat, hogy konkrétan hogyan lehetne még több speedet szerezni, mert ugye, hát nem mondom azt, hogy olyan rossz, de próbáljuk ezt a 200 stepest, na, Ú, hát ez nem igazán lökött meg engem, szóval ez nem hinné, hogy olyan nagyon meglök minket. Ugye, ez szerintem ilyen neheze... Jó, nem, oké, és ez is sikerült, csak itt magasabbra kéne hozzá Hát ö, megpróbálhatjuk, de azért 200 stepet, ilyen szinten még szerintem nem igazán lehet begyűjteni, szóval én inkább próbáljuk meg, legyünk is tiszta a szuperhősök, figyeljétek, mindjárt föl is megyünk oda, gyűjtögetem ezeket a cuccokat, apika, köszik, 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 mindjárt fogunk úgy ez? egyet meg fogunk onnan oda menni, a húha plusz 600 tepet azért nem olyan könnyű szerezni, de hogyha most beadná ezt a plusz 600-at, jó, oké, okay, innen ide. Hó, oh, srácok! Egyből sikerült volna, csak a hova kell ugrani? neki, ő se a ház tetejére ugrat, szerintem, várj csak, ház tetejére és házról házra kell ugrani. Jó, jó, ez az! Srácok, ugorját! Na most nagyon, nagyon nem kell, mert nem tudok olyan nagyot ugrani. És, ne, még kicsit tudok ugrani. A francba, onnan át tudok oda, már csak egy kicsit kéne nagyobb, az, hogy a 600 teppet be tudjam gyűjteni. Oh no, pedig majdnem sikerült. Csak még nem ugrok olyan magasra. Ez nagyon menő, hogy vannak ilyenek ebben a játékmódba. Mondjuk itt is tök normálisan gyűjtögetni. Át, ráugrok ide. Innen meg gondolom a házra kellett volna. Csak, csak, túl távol vannak a házak. Tényleg jól megújult ez a Space simulator, ilyen tök menő cuccok vannak benne. Hú, ez mi? First course. Level 15-től van. Ha 15-ösek leszünk, akkor bemehetünk egy ilyen másik szobába. Vagy hát nem biztos, hogy szobába, de valamiféle helyre. Szerintem egy ilyen másik ma- Wow! mehető! és peteket is lehet venni, most veszem észre. Légy színe, érjetek, én azért fő szeretném venni még itt a cuccukat. Most már úgy sincs esélyem megnyerni, szóval legalább így gyűjtögetem itt a steppeket, annyi baj legyen. Azt ez mennyire menő, figyeljétek, mindenféle ugratókon keresztül lehet menni, például innen ide, uh -huh, csak hát át kell volna menni. Jó, oh, 650! Srácok, sikerült! Megcsináltuk a plusz 650 steppet! 900 es szintűek lettünk! Na jó, ez a verseny nagyon jó. Még egy versenyt végig kell vinnem. Ha el se jutok a végig, de legalább 650 steppet meg tudtam szerezni egy ugrással. És csak tízesek vagyunk. Ú, mennyit haladtunk ebben a videóban, halljátok. Ez arra jó ez a játék. Nagyon-nagyon zsír. Ezt nem gondoltam volna, hogy egy ekkorát bedob a versenybe, hogyha már eljutsz odáig. De hát még nem is kell megnyerni, halljátok. Mindjárt megint jön egy rész. Megpróbálom megint megszerezni azt a 650-et. Ó, oh, bocsánat, a srácok, nem jöhetek, tudjátok, csak így, hogyha ki tudok sorsolni néhány embert, mert hogy nehéz lenne, nem tudnék mindenkit visszajönni, szóval bocsánat. Igazából, ó, oh, jaj, jaj, hát uh, bejutok a finishbe talán, de hát uh, igazából semmit nem tudok. Lehetséges, hogy bejutok a végén? Hát plusz teppeket nem tudtunk, de legalább győzni tudtunk, vagy hát győzni se, negyedikek lettünk, hát nagyon megérte. Mindegy, igazából az a helyzet, srácok, hogy ö, tízes szintűek vagyunk, és most még öt szint kell az, hogy át tudjuk menni a következő, hát tudjátok abban a világszerűség, hát nem világ mondjuk pálya, hívjuk pályának, mert hát ténylegesen egy pálya. Ö, szerintem még most sem vagyunk olyan menők, hogy felugorjunk a 600 as steppig, de ó, ó, de azt csináljuk, hogy meg innen ideugrani, ez most nem sikerült, és Konkrétan most megpróbálok még egyszer azt az ugrást, hogyha természetesen sikerül fölmennem, aztán na, Miért nem dobsz fel? Hát mi van? Oh, azt a... Ne! Azt hittem túl repülök, srácok, és nem me... Oh no! Ott tudnám spemelni, ha megállnék egy helyben a 600-ast. Ó, oh, jaj, srácok! Ezt elviszem, vélem. miért nem... Miért nem nyomtam tovább a vét? Véletlen visszamentem, azt hittem túl fogok repülni. Jó, igen, ettől féltem. Na, csak is át tudtam ugrani, tudom spemelni a 600 asat meg is van, meg is van. Ez az most már csak szedem a 600-at, ahogy csak tudom. Úgy tűnik, hogy megérdemelte a karakterem azt, hogy fel tudtam venni ezt az egészet. Plusz 600 step, és mindjárt 14 annyi srácok, hogy én nem gondoltam volna, hogy sikerül fog ez a plusz 600 as itt aztán most már lehet tényleg gyűjtögetni a cuccokat, csak olyan nagyon gyorsan nem adja be, mert ugye újra kell tölteni ha még elmegy rólam ez a, ez a valamiféle cucc, nem tudom, ez ilyen, ez ilyen erősugár, vagy nem tudom mi ez. Aztán már 15-ösek lettünk. Én azt mondom nektek, hogy szerintem most, tudjátok, hogy mi van, feljutottunk idáig, de hogyha itt ilyenek vannak, vajon ott annál a kafunál, ahol level 15-nél lehet bevenni, Miket lehet csinálni? Köszönöm szépen, plusz 600-as, te most sokat tudtál segíteni És Frost course Igen, szeretnék utazni, köszönöm szépen És itt is vagyunk, srácok Ellenbén azt mondom nektek Hogy ezt már a következő részben fogjuk megcsinálni Én nagyon de nagyon remélem, hogy élveztétek ezt az epizódot Így a vége felé eléggé a dolog Versenyeztünk is, be is értünk egy következő versenyen Sok mindent csináltunk ebben az epizódban Én nagyon de nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó És hogyha szeretnétek, hogy a következőben is folytassuk Ezt a minigammát, vagy gamecskét, vagy akárhogy hívjuk Akkor player lájkoljatok Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és csekkoljátok az MC Shopot, tupen, sajtom nagyon nagyon menő sajtos termékeket akartok venni, nagyon-nagyon jó áron. És hogyha élőben is robloxoznátok, ott lesz egy link a leírásban. A körülbelül a második sorban, vagy az elsőbe. Na hellóztok sajtínyok, én megyek és futok. Itt legalább nem izzadok le a hóvilágba. Csácső, hello.